Megállóra. Szervusztok, gyerekek! Illetve szervusztok, kedves hallgatók! Szervusztok! Bemutatom kedves vendégem, akinek most nincs rúzsa. Igen. Nagyon furcsa lebeállítva. Ő Nimród, Kisabota Nimród, a Igen. keresztfiam. Igen. Az én nevem pedig Kisabota Katalin. Most kimegyek, hogy ő kapja a rúst. Megvan? Igen. És most... Igen. Jó, kedvesek, ez most az én csatornámra megy. A Nimrod Csirke professzor lesz. Mi lesz? Az. Az. És ez, neki is van egy csatornája, a Nimrod Fam csatorna, az én csatornám pedig ez, ahol éppen vagytok. És elvileg én német tanár vagyok elsősorban, másodszorban pedig filozófiából írom a doktori munkámat, és színházi színész vagyok. Most az én doktori témámhoz kérek fel híres személyiségeket, hogy nyilatkozzanak, vagy beszélgessenek-e velem egy témáról, amivel én foglalkozom, és a drága Nimród Elfogadtam a meghívást. elfogadta a meghívást. Na most, totál random, azt mondom, hogy emlékezés. Mi jut erről eszedbe, hogy emlékezés? Tehát azt, hogy emlékszek egy olyan dologra, ami rég volt. Oké. Hol történik az emlékezés? Hát a tyúkolba. Ez egy filozófiai beszélgetés lenne. Ja, hogy hol történik? Ja, úgy értem, hogy te, amikor tyúkolban vagy, akkor ott emlékezel Igen, szívesen? igen. Jó, bocsánat. Jó. Átjött rám a rúzs. Látod? Visszalegyem. Megvan? Meg. Oké. Okay. Tehát amikor te a tyúkodban vagy, dumaszéken, Igen. hány tyúkodban? 40. 40, akkor ott te emlékezel, vagy hogy... Hát igazából régebbi tyúkos eseményekre általában, vagy igazából ezt tehetjük fel bárminek, bármilyen más emlék. Tehát leülsz egy székre, és elkezdesz. Hogy kell ezt elképzelnünk, nekünk hallgatóknak? Hogy történik ez az emlékezés? Visszajött az a rúzs. Nem tudom, téged jobban szeret. Úgy szokott lenni például, hogyha etetem a tyúkokat, akkor jönnek vissza más emlékek, amik régebben történtek. Például. Most mondjuk egy példát? Aha, ha van kedved. Van persze, melyiket mondjam. Például az, amikor, hát ez olyan négy, hát 5 éve lehetett kb., 5 éve kb., akkor mamáméknak is voltak feje csirkéjei, amiket ugye levágtak, és ugye nekem meg a kifutóban voltak a tyúkjaim, és akkor az én tyúkjaimat kiengedtem, és oda meg kiengedtem a fehéreket, ugye a kifutóba, ahol az én tyúkjaim voltak, és akkor Bocsánat, mi így... ez a kifutó? Ilyen manöken, ilyen csirkek, manökenek, modellek, vagy kifutótól, mert a kivaros színe, mi ez? Tudom, nem. Ilyen olyan, mint hogyha úgy kell elképzelni, hogy ugye egy tyúk olnak van egy kifutó része, aminek igazából nem tudom miért hívják kifutónak, ilyen zöldes, legelősebb, minden díszesebb, Aha. ilyen szabad levegős része, Igen. és én oda kiengedtem őket, és ugye én tettem fel díszeket ugye az én tyúkjaim miatt, ilyen mindenféle pillangókat, hogy ilyen tavaszias legyen, meg minden, és az egyik tyúk meg ellopta az egyik díszletet, egy ilyen kis, ekkora kis fa pillangót, amit fel lehet ugye Azt akasztani. tőlem kaptam. Tényleg? Azt hiszem. Vagy, na mindegy, nem tudom. Mindegy. Na mindegy, de az emlékezet témánál vagyunk, hogy ne veszítsük el a vörös vonalat, ugye? Igen. És akkor? Hát elvitte az egy tyúk, és kergettem végig, mert futott a díszlettel. Erre emlékeztél? Igen. Hogyan történik az, amikor... Tehát azt mondod, hogy a legszívesebben a csirkek között emlékszel. Emlékezel, és ilyenkor általában csirkés példák, csirkés sztorik jönnek az emlékezetedben? Általában, Általában. igen. Aha.
És amikor mondjuk tejfő zuhanyzás közben emlékszel, vagy az iskolában, nem is tudom, egy más helyen, nem a Igen. csirkeholban, milyen jellegű témáid jönnek fel? Hát igazából ahhoz az a témához egy régebbi Aha, egy hasonló, ugye? hasonló, Tehát igen. tegyük fel, hogyha az erdőben vagy, akkor egy olyan téma jönne fel. Igen, ami az erdőbe Oké, játszódott valószínűleg. okay. Tehát kézen foghatjuk azt, vagy letetjük azt, hogy a hasonló témával kapcsolódik. Igen. Jó. Lehetne kérdésem? Mérne. Oké. Lehet. Jó. Az iskolában, amikor tanultak, milyen történetek, hogyha mondjuk te tanulsz spanyolt is, tanulsz angolt is, tanulsz euritmika? Euritmia. Euritmiát, ez első jó volt, történelmet, magyar, stb. Hogyan segít neked a tanulásban, ahogy elmondja a tanítónéni, történetekbe ágyazva, vagy pedig szárazan elmondva a tényeket? Milyen legyen a tanári magyarázat, az iskolai magyarázat, hogyha új anyagról van szó? Hogyan tudod legjobban megérteni? Van történetbe ágyazva, ki színezve, érdekesen, vagy... Nem, hát mi az, hogy színezve? Hát inkább, mert például egy történethez kapcsolódóan. Aha. Mi a különbség ott szerinted? Mondjuk te másik lábban hozzá kell tennünk, hogy a Nimrod Waldorfos, tehát Waldorf pedagógia szerint tanul, és ott tényleg az van, hogy történetekbe ágyazva tanulják szerintem az Igen. anyagokat, bár én nem végeztem, tehát én is pedagógus vagyok, tanár, de én most nem emlékszem pontosan, de szerintem hát így van, igen, persze, mert hogy arra megy rá, hogy több agyi régiót kapcsoljanak össze. Mióta emlékezel? Mire emlékszel? Szerinted hány éves korod óta emlékezel dolgokra? Hát még magzat voltam, de hogy csak viccelődök. Ezt csak így mondod? Zsigerből? Nem, hát Ki tudja? Lehet. nem tudom. Mire emlékszel magzati korból? Semmire, vagy nem tudom, igazából fogalmam nincs. Igazából vannak ilyen, mikor voltunk Montenegróba? Hány éve? Vagy mi? 4-5. Kb. Igen. Hát nem, ilyen 6-8, ilyen 8 éves emlékek is jönnek elő. Tehát akkor voltál 4 éves. Igen. Hát az lehet. Aha. Értem. Ennyi igazából. Van olyan egyébként, mi jut még eszedbe az emlékezetről? Semmi. Mi az, hogy emléked? Nem, nem itt más. Amikor emlékezünk, nekem olyan sok kérdésem ehhez kapcsolatban, annyira izgalmas. Na, hogyha éppen emlékezünk, akkor, vagy hogy te emlékezel, akkor jönnek ilyen történetek az agyadban, vagy ilyen képregény, vagy mi az? Nem. Hanem? Mi az, hogy Vagy képregény? amit a filmet néznél? Hasonló. Hasonló, mi? Igen. Aha. Most éppen most mire emlékezel, hogy az egérre játszol? Arra, hogy Katinak mi, hogy egy Kati most miért így néz. De mire emlékezel? Hát arra, hogy izé, mi az, hogy mire emlékszem. Izé. Na jó, érted? Szóval van valamilyen történet ilyenek. Valami Igen, kis film. általában, Jó, igen, ilyen jó. kis filmes Aha. jelenet. Köszönöm. Innen tovább menve, vannak-e mozgások ebben a filmben? Vagy teljesen statikus minden? Vagy történnek a dolgok és mozgások honnan vannak? Mozgások. Vagy hát ilyen képek jutnak sokszor eszembe, csak Állóképek? Vagy mozgóképek? állóképek. Állóképek? Hát néha mozgók, néha állóképek. Ja, hogy te vagy benne? Igen. Hát általában, de nem mindig. Mindig én vagyok benne. De sokszor.
Hát, ami velem Ami történt. veled történt, arra Igen. emlékszel. Ó, gyerekek. Tehát szerint az emlékezéshez az fontos az, hogy mi benne legyünk a történetben, vagy mint a... Nem Nem, föltétlen. fett, na Nem. igen, na ezt akartam mondani. Tehát az én kérdésem, vagy hipotézisem, hogy vagy benne vagyunk magunk is, mint aktív szereplők, vagy pedig benne vagyunk, mi megfigyelünk, külső megfigyelünk. Hát mind a kettő szövezet szerintem emlékekhez kötőek, nem? Nem tudom, hát tévét kérdezek, mert én buta vagyok. Úgyhogy nem tudom, hogy nem biztos, hogy mindent úgy el tudnék mondani, mint itt te. Na, tehát a te meglátásodra vagyok kíváncsi. Hát igazából, mint külső személy, az is sokszor megmarad. Aha, tehát olyan, mint a külső kamerásként, Igen. nem? Van egy ilyen neked? Igen. Külső szemlélőként nézel a Igen, történéseket? igen. Vagy pedig néha meg magad is látod benne. Uh-huh. Oké, következő kérdésem. Az álmokkal mi a helyzet? Az álmok azok szintén lehetnek emlékezések? Vagy az álmok Hát nekem van megtörténnek? egy álmom, Igen. ami kb. Mindig, Visszatér. igen. El lehet mondani, hogy ez milyen állam? Hát csak én megyek fel a lépcsőn, az. De amúgy abban az álomban, így ott van egy ilyen, felmegyek a lépcsőn, ez egy emlék volt, még Montenegróban ott a szállásnál, Ez ott, megint Montenegró. igen. Csak ezért akartam az előbb, ezért a Örülök. emlékéhez. Hogy ott mentünk fel a lépcsőn, és ott oldalt volt egy ilyen fekete raktárszél, és mindig minden álmomban, jó, nem minden álmomban, de évente minimum azért párszor van egy ilyen ezzel álmom, Ezzel. ezzel álmom, mint rossz álom, vagy sokszor rossz álom, sokszor jó álom, azért, mert mindig valami kiugrik onnan, az aznapi történés. Ó. Hát, vagy általában. Kiugrik. Vagy így kijön az aznapi legnagyobb történés, de ez nem minden nap van, ez az ám csak ilyen havi egyszer-kétszer. Erről. És mindig onnan a fekete ízéből volt, hogy valami kóla, meg ilyen jött ki, komolyan. Kóla. Igen. Mész fel a lépcsőn, azt kell elkezdeni, mész fel a lépcsőn, és kinyit egy ajtó. Nem, egy ilyen fekete raktár. Szóval itt, ám most ez nem egy nagy lényeg, de felmész, itt a lépcső, te itt mész fel, és meg egy ilyen raktár, ezt itt mész fel, kb. Fölötte. Ja, És én fölötted. csak pont az emlék van, meg az a pár másodperc, hogy így felmész, vagy nem tudom. És akkor a raktárban meg mondjuk kóla jön ki. Igen. Aha. De ami raktárban van, az a történet, ez meg is változhat, azt mondod, ez mindig más lehet. Bármi kijöhet, De te, amúgy. ami konstans, ami állandó, az, hogy te menj fel a lépcsőn. Igen, ami állandó, Ami és állandó. mindig onnan valami kijön, valami plusz, A ami raktár. máskor De ami van. a raktár Igen, van. igen. Aha. Az, hogy te konstansan mégy föl, ott történik, tehát az ugye a konstans eleme az álmaidnak, hogy te mégy föl. Igen. Hatással van talán az, ami történik a raktárban? Nem. Hát olyan, mint a két kamerás nézni, vagy hogy nem is tudom, hogy Nem, lenézel, csak vagy én hogy megyek van fel a ez? lépcsőn, és látom azt a Látod. A sötétséget, lépcsőről és látod. mindig onnan valami kijön. Oké. De igazából akkor, amikor pont megtörtént, vagy nem megtörtént, nem az álomban, hanem a valóságban, amikor megtörtént, akkor semmi rossz nem volt, meg semmi nem jött ki. Nem tudok, nem Nem, rémálom semmi, lesz, nem, nem. semmi. Ez csak így megmaradt, valahogy én megyek fel ezen a lépcsőn. Te megitted az én Igen, almalevet? Ez igen. egy rossz álom. Ez egy rossz álom. Számomra. Igen. És ez, és Wow. mindig valami plusz kijön az aznapi például történés. Nagyon érdekes. Volt, hogy valami pizza jött ki. Szerintem... Amúgy szerintem van olyan, ami onnan kijött, amit még te is tudsz, hogy megtörtént. De most nem jut eszembe. Ez biztos. Lehet, hogy közös élmény volt. Lehet. A csirkék szerinted álmodnak? Vagy emlékeznek? Hát sokszor
Álmodnak, hogy értve emlékeznek, vagy álmodnak. Emlékezni biztos emlékeznek egy hónapra vissza. Ezt honnan tudjuk? Mert a barátnőnk, a Liberta, Igen. azt mondta, hogy a kutyák, az állatok nem emlékeznek, nem azt mondta? Nem emlékeznek? De nem akarom bekavarni, mert lehet, hogy én értettem valamit félre. Igen, az állatok emlékeznek, vagy nem? Hát Vagy sok csirkék? emlékeznek. De ezt most csak úgy mondod, hogy ha már mi is emlékszünk, akkor ők miért ne? De hogy van Most van erre egy bizonyíték? tyúkom, akit tanítok mindenféle szlalomra, meg minden, már egy hónapja, és megtanítottam. Akkor valamennyire csak kell emlékeznie, hogy nem egyből kihagyja azt az agya, nem? Vagy nem tudom. De például, amikor viszek nekik kert is, hogy oda megyek hozzá, akkor is jönnek. Hogyha jön egy idegen, akkor tőle inkább elmennek. Szóval valamennyire kell emlékezniük az Úristen, emberre. az olyan izgalmas. Folytatjuk ezt a következő Persze, műsorban. persze. Sziasztok. Sziasztok. Folytatjuk, ne legyen túl hosszú, jó? Hogy Ja. jól emlékezzünk az előző Igen. 16 percre is. Igen. Sziasztok. Sziasztok. Majd takarod a rúst.